Ugrásszerűen megnőtt azoknak a befektetőknek a száma, akik kiadás céljából vásárolnak ingatlant. A lakások iránti kereslet ugyanakkor számottevően nem változott az elmúlt hónapokban, így ideiglenesen megállt az albérletárak emelkedése. A drágulás annak ellenére sem következett be, hogy nyár végén megnő az érdeklődés az albérletek iránt az egyetemre bejutott fiatalok körében. Maradtak az árak, nyilván itt a 100 000 forint havi bérleti díj alatti ingatlanok kerültek a porondra, azok a megfizethetőek, mert ugye a szülőknek amellett, hogy biztosítani kell a gyereknek a bérleti díját, a tanulmányait is és az egyéb költségeit is. Az eladó lakások esetében a tendencia közben azt mutatja, hogy az alacsony kamathozású hiteleknek és állami támogatásoknak köszönhetően megnőtt a kereslet ezekre az ingatlanokra. A falusi csok július 1-jei bevezetése óta megélénkült a vidéki ingatlanok piaca, és a babaváró támogatás is nagy népszerűségnek örvend. Mivel a babaváró hitelnek van egy olyan szuper tulajdonsága, hogy nem szükséges jelzálog bejegyzés, tehát nem jelzálog hitel, ezért érdekesebb az emberek szemében, és nagyon fontos, hogy szabad felhasználású hitelről beszélünk. Tehát akár egy nyaralót is megvásárolhat belőle egy fiatal pár, ahová ugyanúgy a három gyereknek a jövőjét tudja biztosítani, és esetleg el tud indítani egy vállalkozást, autót tud venni. Tehát annak a felhasználása sokkal szabadabb, mint egy csoknak, mert ott ugye az ingatlanra kell költeni, ott nincs más lehetőség. A nemrég megjelent új magyar állampapír plusz vonzó alternatívát jelenthet azoknak, akik új lakásba fektetnék a pénzüket. Ennek igénybevételével ugyanis kedvezőbb hozam érhető el ingatlanvásárlás esetén, ami az előrejelzések szerint a közeljövőben csökkenti a befektetési célú lakásvásárlók számát. Az ingatlan piacot érintő további változásokról, aktualitásokról szerda esti 35 perc című műsorunkban foglalkozunk bővenben.